Negyedik alkalommal szervezték meg Kartalon a már hagyományosnak nevezhető nyári karitásztábort a helyi hittanos gyerekek számára, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 2016-os karitásztáborban nagyon kivételes évünk volt, mert az óvodásoktól a 6.-7. osztályosokig mindenkit fogadtunk, mert ugyanis voltak olyan gyerekek már, akik az első táborban is itt voltak, és szerettek volna jönni, és ők már bizony megnőttek, és 6.-7. osztályosok lettek. Hát közel 110 gyerek volt a két hét alatt, 55 kicsi, óvodás elsős másodikos, és 48, hát harmadik, negyedik, ötödik, hatodik osztályos. Reggel 9 órára jöttek a gyerekek, és délután 4-ig tartott. Természetesen itt nem ragaszkodtunk a 9 órához és a 4 órához, mert nagyon sok szülő már 8 órakor hozta a gyerekét, mivel ment dolgozni, és nem tudta hová tenni. Mi szeretettel fogadtuk azokat is, és akik tovább maradtak, azokra is vigyáztunk. A karitásztábort az előző évekhez hasonlóan a plébánia udvarán lévő Mindenki parkjába végeztük teljes mértékben. Azon kívül, amikor elmentünk egy napot kirándulni, de akkor is innen indultunk, ide érkeztünk, és itt fejeztük be a napunkat. Naponta körülbelül 20 fő volt, aki segítette a munkánkat, ebből a 2 pedagógus volt, 2 hitoktató, a többi pedig a kisegítő személyzet, ifisek és a karitász tagok voltak. Minden évben kitalálunk valamilyen témát, amire fölfűzzük az egész hetet. Ebben az évben 2 témánk volt, az egyik a zarándoklat, hogy mi az a zarándoklat, zarándok helyeket mutattunk be a gyerekeknek, a másik téma pedig adott volt, hiszen az irgalmasság éve van idén, és az irgalmasság évéről volt szó, a gyerekek megtanulták mi az, hogy irgalmasság, megtanulták, hogy irgalmas az Isten, irgalmas Jézus, és hogyan lehetnek ők irgalmasok. Minden egyéb tevékenységet ezekhez fűztünk hozzá, tehát ha kézműveskedtek, akkor ezzel kapcsolatban dolgoztak, rajzoltak, festettek, színeztek, tehát minden ehhez a témához volt kötve. Gyerekek minden nap énekeltek, új énekeket tanultunk meg velük, minden nap volt olyan foglalkozás, amikben ők egy kicsit az ismereteiket szélesíthették, ez naponta 2-szer fél óra volt. Ebben, ennek keretében előadást dramatizálták a történeteket, amiket hallottak, képekből állítottak össze történeteket. Tehát igyekeztünk minél színesebben, minél érdekesebben megismertetni velük ezeket a témákat. Énekeket is próbáljuk meg kapcsolni az adott témához, illetve olyan énekeket, amit pénteken a táborzáró szentmisén ők el tudnak énekelni. Most például az egyik kedvenc énekünk az irgalmas szamaritánusról szóló ének, ami teljes egészében kapcsolódik az irgalmaság évéhez. Nagyon szívesen énekelték a gyerekek, eljátszották, nagyon kedves volt nekik. Reméljük, hogy pénteken be tudjuk majd mutatni a táborzáró szentmisén is.
A templom nagyon fontos része a tábornak, szeretnénk az a gyermekek folyamatosan jól éreznék magukat, nem csak a játék közben, hanem a templomban is, úgyhogy minden nap átmegyünk a templomba, minden nap van ott is foglalkozás, illetőleg rendszeresen oda szervezzük az éneklést. És a gyerekek így megszokják a templomban való viselkedést, megszokják azt, hogy ott is jól érezhetik magukat, hozzászokhatnak ahhoz a környezethez, és ez nagyon fontos. A gyerekekkel kézműveskedünk is. A kézműveskedés nem igazából az én területem, de azért teszem, mert ilyenkor szabadabban tudok beszélgetni a gyerekekkel, és megnyilatkoznak olyan dolgokról is, amiről esetleg az iskolában nem, és nem csak a nyelvtanórás matekos Zsuzsanénit ismerik meg, hanem itt is beszélgethetnek a lelkükről, az érzéseikről. Én mesedélután szoktam a gyerekeknek beszélgetőköröket szervezni. Kimegyünk ide a templom elé, a fenyők alá, oda beülünk, ebéd után, és akkor ott elkezdünk beszélgetni arról, hogy milyen történetet szeretnének hallani. Lakatos Menyhértnek olvastam a cigány meséiből, ez nagyon érdekes a gyerekek számára, nagyon megfogja őket. Sok megnyilatkozásuk tör ki ilyenkor belőlük, és akkor érdekes figyelni őket, ahogyan összehasonlítják a mai életüket, az esetleges kis háborgásaikat azokkal a történetekkel. Én ilyenkor nagyon jól érzem magam a gyerekekkel együtt. A gyerekek valóban évről évre nagy örömmel jönnek el újra a Kartali Karitász táborba. Hányadik éve veszel részt a Karitász táborba? Negyedik éve. Miért szeretsz ebbe a táborba járni? Szívesen jössz? Hát, mert itt tudok kézműveskedni, mert otthon például nem tudok nemezelni, vagy szőni, mert nincs szövőkeretünk például. Meg hát itt van egy csomó barátom is. Sok új gyerekkel találkozom, sok más programot kipróbálhatok, és nagyon jó itt lenni. Nagyon jó ez a tábor. Én szeretek ide járni minden évben. Milyen programokon vettél részt? Mit próbáltál ki? Hát kipróbáltam ott azt a művészetet, és hát én egy gőzhajót rajzoltam. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek, ahová megyek. A Karitász táborban a gyerekek jól szervezett felnőtt felügyelet és gondoskodás mellett játszhattak, kézműveskedhettek, énekelhettek, kirándulhattak. A foglalkozásokon keresztül a készségek és képességek fejlesztése mellett a hit és a vallás gyakorlása is mindvégig jelen volt, ami jól kiegészítette a tanév során az iskolai hittanórákon megszerzett ismereteket. A gyerekek hetente 2 órában tanulják a hittant, már az óvodától kezdve. Még középiskolásoknak is tartunk hittant itt a plébánián, hiszen itt nincs középiskola, ezért hétvégenként velük is foglalkozunk, ugyanúgy heti 2 órában.
nagyon komoly igényük van erre a gyerekeknek, és nagyon nagy szükségük van rá. És nagyon jó nekünk, hogy a hitoktatókkal, az itt dolgozó hitoktatókkal teljes összhangban tudunk dolgozni. Tehát ha gyakorlatot tekintem, akkor is a órarendet, ahogyan beosztjuk a kéréseiket figyelembe véve, amennyiben lehet, ők is megteszik ezt a mi irányunkba. És természetesen a lelkisége is sokat ad a gyerekeknek, és hát úgymond egymás alá is tudunk dolgozni. És nagyon nagy megtiszteltetés, amikor részt veszünk az ő egyházi ünnepeikben, például az első áldozáson, amikor külön padsorokban foglalhatunk helyet. És ez nem a külön padsor miatt fontos, hanem érez az ember ilyenkor egy megbecsülést, és mindenképpen részt veszünk ezen mi is együtt velük, hogy érezzék, hogy számunkra is fontosak azok az események, ami az ő életüket teljessé teszi, kiteljesíti. Jézus Krisztus várott rád, Jézus Krisztus várott rád, Jézus Krisztus várott rád, ahová megyek, ahová megyek. Jézus Krisztus várott rád, Jézus Krisztus várott rád, Jézus Krisztus várott rád, ahová megyek, ahová megyek. A tábor megvalósulásához ebben az évben is több helyről érkezett támogatás. Hát elsősorban a Váci Egyházmegyei Karitásztól kaptunk támogatást, a helyi önkormányzat által az ebédünket teljes mértékben, a szülők anyagi hozzájárulással is támogattak bennünket, és hát nagyon sok gyümölcsöt, üdítőt, süteményt, édességet hoztak a gyerekeknek az mellett, amit még anyagilag támogatták a tábort. A gyerekek reggelit, ebédet és uzsonnát kaptak, egész nap folyamán nasolnivalót, gyümölcsöt, teát, üdítőt, fagyizni voltunk velük, jégkrémet kaptak. Hát ami a gyereknek kell, az minden meg volt nekik itt. Hát a táborzárásunk az pénteken lesz, és a szülők általában azzal tisztelnek meg bennünket, hogy péntek délután eljönnek az Árószent misére és arra az előadásra, amit a gyerekekkel szervezünk nekik, és minél több szülő van, annál nagyobb a köszönet nekünk, mert látjuk, hogy értékelik a munkánkat, és várjuk jövő évben is, meg a következő években is a gyerekeket, és általában visszajönnek a gyerekek. Ennél nagyobb köszönet nekünk nem kell. Hálát adok a vidám percért, hálát a szomorú leszek. Hálát adok, hogy a cselincét is kezed veszek. Hálát adok, hogy hallom hangot, hálát adok a jó hírét. Hálát adok, hogy tested adtad minden emberért. Hálát adok az üdvösségért. Hálát adok, hogy várni fogsz, hálát adok, hogy ma reggel.